Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na szevasztok gyerekek, itt vagyunk a következő videóban, NBA 2K17 My Career Playoffs! Emlékeztetek, a San Antonio Spurs-szel kerültünk össze, és sajnos az első meccset ezt elvesztettük 52-45-re, egy elég szoros meccs alakult ki belőle, viszont most nem is megyünk, húzzuk tovább a szót. This event has passed. Ja, jó, rosszra mentem, azért mondom, ne csináld ezt, nem? Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz ebből az egészből. Mondom, 1-0-ra vezet a Spurs, ugye best of 7, tehát hogy 7, BO7-ről van szó, és igazából sok minden nem változott a karakterrel, lenyomtam pár edzést, megint mi vagyunk ott, idegenben, úgyhogy kíváncsi ezek, hogy mit fogunk tudni hozni. Ugye az előző meccsen is mi voltunk idegenben, és nagyon kíváncsi vagyok. When did the All-Star Tournament Championship game take place? Opening night, mit tudom én. Aha. Akkor jó. Úgyhogy igazából az előző meccsből tanulva Ginobili nagyon durva volt, úgy emlékszem. Ginót kéne valahogy lefognom nagyon durván, tehát valami nagyon durva védelmet kéne létrehoznom, vagy elintani rajtuk. Tényleg jól lenne tovább jutni legalább a következőbe, következő fordulóba. Ugye én itt mondtam az elején már, hogy jó lenne megnyerni a bajnokságot, hát most ott tartok jelenleg, hogy örülnék neki, hogyha lehetően tovább jutnánk ebből az egészből. Meglátjuk gyerekek, Jordan 11 van rajtam. Jó. Gyerünk, hi, Jordan 11, hi, gyere baby, gyerünk Mozgov. Valahogy okosba kéne játszani. Mozgov. Szönetet bátyja. Itt vagyok, chill. Miért nem adod ide? Most azt miért tette vajon föl Mozgov? Azt vajon miért tette föl, senki nem fogja megtudni. Na jó, Danny Green-t kell fognom, Ginobili pedig padon van, igen, ezt elfejtettem. Jó, Danny. Igen, baszki, Gasol is elég para. Danny Green. És nem jó, jó, gyerünk, ez a szép Ingram. Jöhet is a passz. Vagy nem. Ingram? Nem teszi föl, jó. Nem, hogy meg kell járni a labdát. Figyelj. Post move. Semmi nem lesz belőle, viszont ott van Larry Nance Jr. Justice. Elindulunk jobbra, balra. Baszki, van egy védelmük, az nem para. Ingram! Contested, az nem lesz meg. Kemény! Olyan kemény védelmük van, ami nem volt eddig egyébként. Most ugye a playoffra mindenki rápirított. Értem ezért ez a playoff, de hogy így, na és az, hogy ment be, azt a jó ég sem fogja soha megtudni. Mindegy gyerekek, hát 2-0, ők kezdik el jobban, az egyértelmű, de hogy ebből mi lesz, azt majd a jóisten tudja megmondani. Hoppá, Mozgov! Eladom a labdát, de szar vagyok! Kövály! Kövályt kéne fogni, de Danny Green üres. Jó, az viszont benn van. Nincsen, viszont faltolok. Hál' Isten, akartam kérni, hogy fújják már be. Gyerekek, nem nagyon megy ez nekünk. Tehát valahogy nem vagyunk ide valók. Vagy legalábbis én úgy érzem, eddig én tök jól ment nekünk a meccs, az összes külön meccsen, ilyen az alaszakaszban. Itt viszont így teljesen le vagyunk blokkolva, Kövály üres, jó, az be is megy, szia. És nem. Az Aldridge, így van, az meg kijátsza és end van, nem. Jó. Jó, van itt esély, csak okosan kell játszani. Kéne, elzárás leválást kéne erőltetni. Nem kell az elzárás leválást nyomatni. Mert én nem igazán fog összejönni semmi, 4-0-ra vezetnek. Nagyon, nagyon kemények, meglepően kemények, de tényleg, szóval írtópara, nem dobom el, hülye leszek. Ez gyönyörű. Nance. Jövök! Gyerünk! Jó! Hoppa, egy badge unlock, mi az? Bronze teardropper. Az jó. Az elvileg ilyen floaterhöz lesz jó, de nem akarok hülyeséget mondani, lehet is ilyen. Ne! Ott a blokk! Féltem, hogy túl kell. Ne, ott marad üresen! És nem tudok beleszólni. De az jó, nem dobta be. Jó, gyerünk, baby. Oké, Ingram. Oké, figyelj, elmegyünk jobbra, és azt feltesszük, nem kellett volna. Bassza meg. Nagyon kemény, állj már föl! Nagyon kemény védelmünk van. Danny Green. Igen, ott van, Kövály. És fel is teszi, és be is teszi. Na, sokkal jobbak, mint mi. Érezhetően jobbak, mint mi. Valami nem klappol nálunk, nem tudom mi lehet az, de... Nem tudok kinek passzolni konkrétan, az a baj. Gyere! Nance, Larry, a szarja, jó van. Nézzek, egyszerűen nem tudok betörni Greenen. Na, végre valami történt. 6-4, annyira nekik sem egy szerencsére, tehát annyira nem, tehát egyáltalán nem temetem a meccset, csak úgy érzem, hogy nem lesz könnyű. Gasol, igen, tovább, és ez csak az első körünk, az a jó, mondjuk kifogtuk az egyik legkeményebb csapatot. Aldridge, az ő játéka.
És vissza pöccinti, és én faltoltam, hál' Istennek, jó van. És rám fújnak mindent konkrétan. De itt tényleg mindent rám fújnak. Ginót kell fogni, na az már most rosszul hangzik. Nézd, pedig ott voltam, benne voltam az arcába. Írtóparák. Justice. Gyere, adom az elzárás, bátya. Nehogy falt legyen belőle, de az lesz belőle. Harmadik faltom, gyerekek, első négyedbe. Ez kemény. Ez az illegal screen, aki ezt bevezette amúgy. Komolyan mondom. Megnéztek egy 9 és 10-11 ponttal mennek. Megnéztek egy 90-es évekbeli meccset, ott olyan elzárásokat adnak, hogy így köze nincs ehhez. Kövály. Fú, bazeg, Justice fogja, az lesz ott baj. Majdnem ellopta tőle. Érted, el is lopta tőle, de nem tudjuk megtartani. Gyerekek, azért ez kemény, hogy 11 pontos hátrányt szedtünk itt össze. Az azért kemény. Kis ilyen basztok vagyunk egyébként a playoffban, az a helyzet. Kis nagyon. Na, álljunk föl. Az a baj, hogy semmi trükköm nem hat rájuk, ami támadásban. De nagyon kevés. Nagyon kevés jön be. A legtöbbe se jön. Egyszer nem. Meg nem tudok elfutni mellette. Green nem egy nagy... Na, ez viszont működik. Na, az menjen be, jó, mert megőrülök, köszönöm. Post move score. De én nem tudok jobbat csinálni, csak ezt a postingot. Mert egyszer megfognak mindenhol. Parker. Tony. Tony jön, Tony dobja. És nem jó, viszont nem szedjük a pattanót, az a baj. És még egy faltot szedünk össze. Jó van, gyerekek. Már a negyedik. Úgy ki fognak állítani, mint a szar. Ugye 5 személy hibánál van az. 6. Konkrétan 6 személy. A 6. személy hiba az már kiállítás. És akkor biztos, hogy tudsz jönni. Lesznek bajok itt. Hopp, figyelj. Falt. És nincs end van. Miért is lenne? Ugye megyünk a vonalra, szedjük a pontokat. Kell. Kell szereznünk pontokat. Muszáj. Muszáj fölturbózunk magunkat valamennyire, mert ez így nagyon, nagyon sivár, amit mi is volt. Most azért küzdünk, hogy 10 pont legyen csak közte. Nagyon durva. Parker, elmegy balra. Igen, Green-t az fogjuk, mint az állat, mert triplán életveszély. Aha, és Gasol. Mozgov, micsoda blokk. Kövály. Leonard is egy para. Tehát azért... De ne, Green! Jó, oké, jó, gyerünk, most mehetünk ki egy számjegyűbe. Gyere! Jó az, falt, jó az, ki kell harcolni. Ki kell harcolni, Kobe is így nyomta, ki kell harcolni a faltokat, muszáj. Muszáj, akárhogy ponthoz jutnunk, akár az büntető, bármi. Muszáj szedni a pontokat. Jó, mert már fölhúztam a büntetőt is, úgyhogy azok egészen biztosak. Aldridge. Parker. Érdekes. Mozgov. Meg az ő védelme. Jó. Justice. Mit csináljunk, bátya? Justice! Dobjál, tesó! Nem teszi föl, nem. Fél tőle, valami fél tőle. Hopp. Na most dobjad! Gyerünk, baby, dobjad! Na ott is van, gyönyörű! Erről van szó, ezt kell nyomni. 7 pontra vagyunk tőlük. Fú, öcsém, de nem egyszerű. Kíváncsi, hogy hazai pályán ez változni fog-e valamit. Már hogy így egy előnyünk lesz-e bármennyire. Jó, az milyen... Nem tudom elvenni tőle, nézzük, nem tudom elvenni. Aldridge. Igen, Parker üres. Fogja a Justice, mint az állat. Nem tudok innen elmozdulni, nem tudok besegíteni sehol. Mert konkrétan Danny nagyon kemény triplán, és ott van Gasol üresen amúgy benn. Szedjük le, jó, szép. Jöhet, Justice-nak! Majd én, Justice, gyerünk, még egy tripla! Bazd meg! Kövály hozza. Igen, Green-t kell fognom a sarkon, mint egy prostit. Egyébként 10 pontnál vagyunk. Aj, annyira nem tré. Na, Kövály. De jól fog. Ja, szép védelem Lenz, ne, Larry Nance-től. Nem adja előre. Kinek menjen? Justice-nak megy. Hopp, figyelj! Figyelj! Betörök, és most elmegyünk balra, és ez fosz fade away. Gyerünk, baby! Erről van szó, úgy van, tetszett neki Luke Waltonnak, azt hiszem az Luke Walton edző volt. 22-27 gyerekek, 5 pontra faragtuk a hátrányt. Nem kell minket leírni,
Nem kell minket leírni, egy percig se, csak a faltok, basszus, nagyon összejöttek már az első negyedben. Háromat szedtünk össze az első negyedben. És aztán most 4-nél vagyok? Nem is tudom, hány faltnál vagyok. Azt meg tudom nézni valahol, game stats, box score. Ja, izé, és akkor itt vagyok. És van, négy faltnál vagyok, gyerekek, 4! Még kettőt fal, egyet faltolhatok már csak lényegében. Fél idő? És 5 pont, jó. Remélem azért játszati fog az edző, tudom ilyenkor az a szabály, vagy az a bevett szokás, hogy ugye, hogyha én nagyon sok faltot szed össze, játékos, hogy minél kevesebbet játszhatják onnantól kezdve, ne jöjjön össze neki. Hát az a baj, hogy ilyenkor ugye vissza kell fognod a védekezésedet. Mert hogyha túl agresszívan védekezel, akkor simán benne van, hogy összeszedsz faltot. Ami nem igazán jó, viszont hogy meg lájtosan védekezel, akkor meg benne van az, hogy pontot szereznek. Nem vagy Gasol, és Kövály üresen maradt. Ki hagyta üresen? Ingram, miért hagytad üresen? Minek segítesz be? Kövályt nem lehet üresen hagyni, mert életveszélyes az ember. Fölteszem én. Ott van falt. Muszáj, nem érdekel. Nem érdekel ezen a pontomnál, hogy mi van. Nincs is szinte field goal-om amúgy. Nincsen mezőny kosaram. Vagy nagyon kevés, maximum ilyen 4 pont. Összes többi büntetőből jött össze. Jó, hát nem baj, az is pont, fi, engem nem érdekel tényleg. Na, Green. Green egyelőre olyan... Lemaradok róla. Ilyen tessék-lássék módon nyomja. Gasol. Kövály. Jaj, de szép, gyere, legyen Lenz, gyere. Ingram! Az feletett tesó. Az nagyon nagy gamble volt. 3 pontra vagyunk tőlük. Gyerünk, let's go! Parker hozza. Igen, Green-t megpróbáljuk vagy kiszorítani, mondjuk ott pont jó helyen van egyébként ott a Pest festékben, de kimegy triplára. Tudja, hogy ott van a helye. Parker. Uha, az posztjáték, az Aldridge, az benne is van. Igen, azt tudja a fiú sajnos, nagyon tudja. Nem baj, 5 pont gyerekek, teljesen jó. Volt az már 10 is, gyere. Gyere, Justice. Kinek menjen? Mozgov. Mekkora játék Mozgovval. Celebrate! A cooking, azért az még kicsit nagy képű egyébként itt ezt így bemutatni. Nem baj, ott vagyunk rajtuk, most nekünk is sokkal jobban van a szekér, sokkal jobban mennek a pontok. Az első meccs az ilyen halál volt, úgy emlékszem, pontszerzésileg. Gasol, védjed Mozgov, te tudod azt, védelemben vagy jó. Gyerünk, nagyon szép, ott van a lepattanó is, gyerünk Justice, mehetsz is, futhatsz fiam. Jöhet vissza. Akkor nem, akkor Ingram fölteszi. Mi? Jó, futi vissza. Jó, ne fog Ingram, ne fog, majd én csinálom. Te csinálom. Parker. Gasol. Fogjad. Szép, gyönyörű védelem. Most azért beindultunk védelkezésileg is, simán. Ingram kicsit kiszámítatlan, és eldobja azt is. Ezt nem tudom, az viszont jó döntés. Mozgov, jó. Izé, Justice. Jó, oké, jöhet vissza. De jó, üres. Faltal együtt, ott az end van. És kiegyenlíthetjük a meccset, gyerekek! 34, 5 perc, 2 perc, 51 van hátra! És ott van az egyenlítés! Ott is van! Köszönöm! Kövályt fogom! Jézusom, Kövály! Parker! Na mindegy! Ezt megpróbáltad volna azért kicsikét védeni, nem baj! Justice! Hogy legyen? Lenőrt baszki, Lenőrt fog engem is, az eléggé tré lesz így. Igen, ő egy védekező állat. És azt fel kell tenni. Ott is van. Ez azért mázli volt, basszus, Kövály Lenőrdön lesznek bajaim. Azért ő nagyon le tud engem zárni, mindenkit, LeBront is. Tehát, hogy így nagyon durva Kövály Lenőrt. Tehát, hogy ő olyan szinten all around és olyan szinten humble a csávó, hogy így félek tőle. Parker, fölteszi, ez nem megy be. Így is van, és ott a lepattanó, gyerünk srácok. Williams! Jöhet vissza, akkor nem. Most én small forward vagyok, persze. Lenőrd, where you at though? Ott is van! Gyerünk, baby, átvettük a vezetést, 36-34, harmadik negyed! Atya úristen, gyerekek, de nem könnyű ez a meccs. Hogyha most ezt a meccset el tudjuk hozni, akkor az elképesztő durva előny lehet nekünk a hazai pályán. Akkor az tulajdonképpen olyan erő, igen, az annyira nem nagy. Tehát akkor az olyan, hogy akkor három, hogyha optimális esetben megnyerjük mind a kettő otthoni meccsünket, akkor még az sem olyan nagy
Azt nekünk kellett volna csinálni. Gyere, baby. Kinek menjen? Justice! Mekkora játék! Gyönyörű! 39-38! És kicsikét ültem, mert itt most történtek dolgok, jó? Azt nem, nem, Anderson nem fogja dobni a triplát. Igen, Perry Mills ott hagyja Justice, és nem megy be! Viszont szedi a pattanót a... Jaj, ne! Anderson ott marad! Jó, Anderson-t fogjuk. Azt mondom, Anderson is jó triplára, nem akarok kérdéseket mondani. Perry Mills! Nél a labda, át tudja venni a vezetést a negyed végén. Ugye 39-38, egy pontra vezetünk, olyan szinten viszket az orrom, gyerekek, meg őrülök tőle. Jó, védjük, védjük, védjük Anderson, nincs opció, kész. Az nem megy be, jó. Oké, milyen a negyed, gyerekek, 39-38-al indítjuk a negyedik negyedet. Én nagyon szívesen végigjátszom a negyedet, de szerintem erre nincsen esély. Jó, hát... Popovics az, az beteg edző, maradjunk valami, nagyon jó edző, nagyon jó edző. Hogyha tényleg a Spurs-ön túl tudunk jutni, akkor azért az nagy előny, akkor az nagy confidence. Mert azért kemények. Jó, mert viszont most jobb meccset játszunk, mint... Ó, bazzak, ezt miért kértem el azt a labdát? Az az én hibám volt, abszolút. Jó, szép. Ingram. Na, mi a szitu? Mi legyen? Felteszem, jó? Az be kell, hogy menjen. Ott is van! Kobe vagyok! There you go, man! 41-38, 3 pontos előny, gyerekek. 25 pontunk van, és 90%-os a field goal. Annyira nem vészes, csak le voltunk zárva az elején. Kicsit belejöttünk, beindultunk. Aldridge az veszély. Aldridge az veszély. Igen, de viszont milyen jó. Most kell kicsit a tempón állítani. Tempó. Lassuljunk le. Jöhet, lassuljunk le. De szép! Ne oda! Vaj, nem oda akartam! Justice-nak akartam adni, ne arra bújjatok már! Gyere, jöhet! Jaj, de miért passzolom, mert az még a kérés volt! De... Az szép volt a csém! Bakert pedig a simán feltehettem volna, nem baj, mindegy, picit bonyolultabban, de meglett a pont. Igen, ott az még az a passz, amikor fölöslegesen passzoltam ki, az még a kérésből volt. Nyomtam 3 darab A gombot, és akkor azt még ő még olyankor passznak vette, és az be is megy. 43-40 az állás, gyerekek, és az áll már a néző közönség, az utolsó 3 percet felálltak. Ami az már azt jelenti, nagyon izgalmas meccs is. Danny Green, jó. Nem teszi föl, jó. Justice, fia, próbálok elszakadni. Elszakadás! Gyere! De jár! Magasabban passzold! Kawhi Leonard! Hozza. Ezt nagyon trélen innen elbukni ezt a meccset. Parker! Aldridge pedig nagyon sok idejük, rengeteg idejük van, a szép Julius Randle-től. Az Jill volt, nem tudom ki volt, talán Jill volt. A szép srácok, falt. Ott van, end van, gyönyörű, Ingram. Menj a vonalra, fiam, tudod te azt? Ott is van. There you go. Nagyon szép. Parker hozza. Meg fogom Green, 2 perc 59, 3 perc alatt, 46-40, 6 ponttal vezetünk. Ez a meccs szempontjából elég kényelmes, és eddig a meccs alapján, gondoltak alapján eddigek, ez nagyon kényelmes vezetés, viszont amúgy az csak egy 2 darab tripla, tehát nagyon izé. Nem tud bejutni, Kawhi, eldobja az előtte triplát, és ez egy airball! Ott van Leonard! Szégyelheted magad! Viszont ez nagyon jól jött, köszönjük szépen. Na most kell dobni pontot. Most kell dobni, most kell, ütni kell a vasat, amíg meleg. Össze vannak esve, jöhet is. Leonard! És ott van Kin! Csak ő nem tudja a triplát sajnos. Justice! Jó, hagyjuk. Gyere Leonard, gyere, táncoljunk fiam. Tánci van. Ingram! Mely ez a tripla? Vagy az kettes? Nem tudom, de gyönyörű. Hármas volt az! Gyönyörű! This is how you do that. Meg kellett néznem, hogy vérzik az orrom. Aldridge! Az lesz sem jó! Most lehet meg a meccs! Justice vissza! Gyönyörű játék! És megy is a kettes! Nem jó! Viszont Mozgov, mekkora játék! Játszik a csapat! Játszunk, kérem szépen! 2 perc maradt hátra, és 11 pontos az előnyünk! Manu Ginobili-t fogjuk, 2 perc 51-40. 11 ponttal vezetünk, ez eléggé stabil lehet, de én kinézem a Spurs-ből. Zsinót ne hagyjuk ott, kinézem a Spurs-ből, hogy felhozzák. És az mi volt az a lepattanózás, hallod? Semmi. És Parker 2 plusz egy ilyen totál ostoba dolog miatt.
8 pontra tudja csökkenteni a hátrányt, és meg is tette, így van. Nem tudom, ez mi volt az előbb, gyerekek, tehát ez a lepattanózás, semmi, hagyjuk, jó. Jó, fölmegyünk, föltesszük, és faltal együtt ott is van. Erről van szó, baby, így kell ezt csinálni, 10 pont, 11 lehet belőle, és meg is lesz az a 11, így is van. Rengeteg büntetőt dobunk ezen a meccsen. Rengeteg büntetőt dobunk, nagyon kellenek, 30 pontig is el tudunk menni akár. Ez egy relatíve jobb meccs volt, nagyon nehezen indult be. Aldridge. Még nem temetem, még nem mondom azt, hogy nyertünk, mert semmiféleképpen sem. Parker. Igen, Gasol, az be is megy, így van, sejtettem. Az annyira az ő szöge, annyira az ő távja, hogy az így sejthető volt, hogy ezt be fogja tenni. Így van, most a full court, teljes pályás vízi védelmük van. Nem tudom bemenni. Ingram, az egy eladott labda tőle majdnem. Ingram, kérem vissza. Nem, fölteszi. Jó. Érdekes döntés, én is csináltam már ilyet, tudom, jó, hogy nem fogom kritizálni komolyabban. Ginobili, kell fognom. Aldridge. Aldridge elég sokat próbál hozzatenni a meccshez, és az fel is teszi, és ez egy contested. És nagyon szép. Larry Nance kiváló védelmet csinál ma. Kiváló védelme van ma. Egy szavunk nem lehet rá, és nincs is. Jó. Szép meccs, szép játék, gyerekek. Hoppá, ott már az üresen. Ingram, gyere, bébi, sarokból, mint egy prosti. Nem jött össze, nem baj. Idő az ment vele, 45 másodperc, és 9 ponttal vezetünk. Gino nem teszi föl, szóval Leonard, igen. És be is megy, 6 pont az az előny már csak. Helyette mennyi az? 6, igen. Faltogatni fognak most már lassan, szerintem. Milyen paszt adsz, te jó ég, Justice! Az nem volt egyszerű. 37 gyerekek, és csak 8 ponttal vezetünk, közel sem nyertünk még. Közel sem nyertünk még, de ahogy most áll a dolog, izgalmas lesz ez a párharc. Én, nekem volt egy ilyen parám, hogy a második meccs is azzal fog eltelni, hogy jó, rendben, akkor megint ki vagyunk söpörve, de nem. Egyelem úgy néz ki, Ginobili-t fogom. Igen, Kövály az be is megy, midrange, az ő játékos nem teszi fel, és az Oldridge Michigan Robbie putbacket próbált. Jöhet a labda, jó, oké. Most lassítunk a tempón. Kicsikét kell lassítani a tempón. Fogom kapni az osztást, hogy fogom a labdát sokáig, leszarom. Mert a géptől attól félek, hogy elkezdi vinni. Justice, gyere! Csináljunk valamit. Ingram! Jöhet, jó. És falt, megyek a vonalra, nagyon jó. Nem tudom, a hanyadik büntetőmet dobom, de 100%-os a büntető. Egyet nem hagytunk még ki a büntetők közül, ami nagyon jó hír. Jó, megérte gyúrni rá. Megérte gyúrni azokra a büntetőkre, mert nagyon sokat harcoltunk ki. Ez már a tizedik büntetőm volt a meccsen, gyerekek. Nagyon durva. Ez az accolade, amit ugye most jött fel, ez a kis bónusz pénz, ez másra nem is jött volna létre. Tehát nem tudtam elképzelni, mikor fog ez összejönni nekem, ennyi büntető. Jó, szerintem most ha kijelentetjük, hogy megnyertük a meccset, Ginobili-t még fogom. Igen. Mills, Gino, azt tett föl, bátyja. Úgy is van, airball, jöhet a labda. Oké. És egy buzzer beaterrel megpróbáljuk befejezni a meccset. Nem baj, mindegy, jó az. Gyerekek, 10 ponttal nyertünk! San Antonio Spurs idegenbe vertük meg 10 ponttal. Komoly meccs lett ez. Nagyon durva meccs lett. Ez a csajok minek örülnek ott vajon? Tehát ez kicsit érdekes, hogy jönnek ott táncolni. Mindegy. 10 pontos előnye a gyerekek a második meccset a playoffban. Megnyertük, 1-1 az állás Los Angeles Lakers San Antonio Spurs között. Én nagyon szívesen köszönöm nektek a figyelmet, lehet, hogy a James napotok leírásban csomó linket megtaláltok. Szerbusztok, gyerekek!